Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Ugye jó lenne tudni, hogy hogyan működik az ember, az imént említettem, és ismét, hogy három részből állunk, és az emberek nem nagyon tudják, hogy mondjuk a... Még azt tudják, hogy a test hogyan működik, de azt kevésbé, hogy hogyan működik a lélek, vagy hogyan működik az elme. És minden probléma okozója igazából az elménk. Tehát ugye ráadásul az elménk az két részből áll. Van egy tudatos része, meg van egy ilyen érzelmi része, nem aktív, hanem inkább ilyen raktározó, parancsula, uralmi módon működő része, ami azt jelenti, hogyha mondjuk tudatos akarsz lenni, ugye mert tegeződve szoktam tartani a képzéseket, tudatos akarsz lenni, akkor ha nem vagy kellően jó állapotú, akkor az elmédnek az érzelmi része, az fogja, átveszi az irányítást, és rákényszerít arra, hogy úgy cselekedj, ahogy egy múltban történt esemény túléltél. Egy múltban történt negatív esemény túléltél. Mindegy, hogy éltél túl, fájdalommal vagy anélkül, teljesen mindegy, azt csinálja, hogy azt a reakciót hozza létre, amit a múltban már valamilyen szinten működött. Jó, rosszul, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy túléltél. Na most, hát ez egy eléggé állati módon való működést eredményez az embereknél időnként. Tehát ezt hívják, mert ezt a szót kerestem, most beugrott. Ugye az elménk az egyik fele az az ösztön rész, a másik fele meg a tudatos rész. Na, az ösztön szót kerestem, már eszembe jutott. Tehát, ha nem vagy jó állapotban, és valamilyen helyzetet meg kellene oldani, általában nem pozitív helyzetről van szó, hanem negatív helyzetről, egy negatív helyzetet meg kellene oldani, akkor bekapcsol az embernek az ösztöne, az ösztön meg úgy működik, hogy ha múltban valamit túléltél, akkor annak alapján azt feltételezi az ösztönöt, hogy most egy ugyanolyan helyzet van, és akkor gyakorlatilag ösztönösen úgy cselekszel, ahogy a múltban cselekedtél. Ezért van az, hogy sokszor látod embereknél, hogy egyik pillanatban még normálisan működött, a másik pillanatban bekattan, és elkezd abszolút nem tudatosan működni, hanem ilyen állatszerűen. Az állatszerű működés az mit jelent? Az ilyen ellenséges, vagy haragos, vagy félelem, vagy mit tudom én, bánat. Tehát ez az ösztönszerű működés. Tehát ugye az nem természetes, hogy egy tudatos ember az mondjuk bánatos legyen. Az nem természetes, hogy egy tudatos ember féljen. Az nem természetes, hogy mondjuk egy tudatos ember haragos legyen. Az nem természetes, hogy egy tudatos ember mondjuk ellenséges legyen. Ha az ember ellenséges, vagy haragos, vagy fél, vagy bánatos, akkor éppen nem tudatos, hanem teljesen ösztönei működnek. Na most ez az ösztön mindig úgy működik, hogy valamit a jelenből hozzá hasonlít egy múltbéli dologhoz, és akkor arra utasít téged, hogy úgy cselekedj, ahogy a múltban cselekedtél. Nem fontos egyébként egy saját cselekvést látnia, például mondjuk a szüleid cselekedtek, és ezért elég az neki, hogy látja, hogy nem haltak bele a szüleid, és azt az utasítást adja ki, hogy neked is úgy kell cselekedni. Na most ez egy eléggé fura működés, ha jobban megnézed. Tehát minden hibázás, ami az életben
van, ennek az elme ösztönös részének köszönhető. Tehát minden hibázás. Tehát minden probléma, amit létrehozol az életben, minden probléma, amit te hoztál létre saját magad, az mind azért történt, mert ez az ösztönös rész működött. Nem tudom, ez így mennyire világos. Na most ebből látni, hogy valami közünk van az állatokhoz, de nem az evolúció miatt. Jó? Azért ebben szeretnélek benneteket megnyugtatni, hogy nem az evolúció miatt, hanem másokból. Na most, hát remélem, akik engem néznek, hallgatnak, vagy személyesen igénybe veszik az előadást, azok nem gondolják azt, hogy mi mondjuk a majomtól származunk. Hát aki azt gondolja, hogy a majomtól származik, jó? Tehát evolúció során a majomtól fejlődtünk ki, vagy a majomból fejlődtünk ki, őneki meghagyom azt, hogy ő személyesen a majomból fejlődött ki. Jó, hát ha bárki úgy gondolja, hogy ő majomból fejlődött ki, ezt a fajta gondolatot én nagy szeretettel meghagyom az ő számára. De én magam kikérem magamnak, hogy én a majomtól származnék. Jó, és hát remélem te is kikéred magadnak, hogy a majomtól származol. Jó, tehát hát nem a majomtól származunk, hanem teremtett lények vagyunk, és ez minden részünk, amitről az imént beszéltem, mert ugye az ember az három részből áll, ugye említettem, hogy test, lélek, elme, ez minden részünk gyakorlatilag teremtett. Az elme az, annak az ösztön része az át van véve az állatvilágból, és beépítették az ember működésébe. A lélek az egy isteni teremtmény, olyan, hogy Isten gyakorlatilag az egy név, tehát az egy név, és az a világegyetemben igazából egy személyre vonatkozik. Tehát egy személyre. Az összes többi, az istenszerű lény, mi is valamilyen szinten istenszerű lények vagyunk, de nem istenek. Hát aki istenszerű lény és nem a bolygón él, azt úgy hívnánk, hogy földön kívüli, jó? És nem úgy, hogy Isten. Az istenszerű lények abban különböznek az Istentől, hogy nem tudnak létrehozni lelket. És ők nem tudják gyakorlatilag az energiájukat olyan formában megosztani, hogy az ő energiájuk a világon minden dologban, az lehet anyag vagy nem anyag, benne legyen. Ezt egy lény tudja, azt úgy hívják, hogy Isten. Jó, tehát minden olyan lénynek, valaki kérdezte tőlem, hogy olyan lényeknek, akik nincsenek testben, azoknak van-e nevük? Természetes, hogy van. Tehát van nevük, és tehát nem csak egy testben lévő lénynek van neve, hanem bármilyen olyan léleknek, amelyik nincs testben, vagy nem is volt testben, vagy képes arra, hogy kibejárjon egy testbe, azoknak van nevük. Jó? Tehát ugye úgy, hogy mi itt vagyunk a Földön, emberek, teremtett lények, és a világegyetemben egyedülállóan vagyunk úgy, hogy van ez az ösztönünk. Tehát semmilyen más értelmes lénynek nincsenek ösztönei. Tehát teste lehet, tudata van, de ösztöne csak az embernek van. És ez az ösztön, ez akkor működik, akkor vagyunk ösztönlények. Tehát az ember az vagy
ösztönlény, vagy tudatos lény. Együtt nem tud lenni a kettő. Ösztönlény egy ember akkor, amikor rossz állapotú. Tehát például ösztönlény vagy akkor, amikor elkezdesz ellenségeskedni valakivel. Vagy valamivel. De akkor még inkább ösztönlény vagy, amikor mondjuk haragszol. Ennél is van még inkább ösztönlény akkor, mikor félsz. Akkor félelembe vagy. Sőt, totál ösztönlény tudsz akkor lenni, teljesen, amikor bánatos vagy. Szomorú vagy. Tehát az ember vagy ösztönlény, amikor rossz állapotú, vagy tudatos lény, amikor jó állapotú. Tudatos lény akkor, amikor érdeklődő, amikor jókedvű, amikor lelkes, amikor feldobott, stb. Stb. És akkor van egy ilyen átmeneti rész, ami már inkább tudatos, mint ösztön, de ez amikor ilyen unalom szinten van az ember, ilyen megelégedettség, unalom szinten. Az mondom így ilyen félig meddig átmenet, de inkább már a tudatos résznek mondhatnánk. Tehát itt vagyunk mi emberek, és a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy hogyan működik az ember. Na most képzeld el, amikor te azt látod valakiről, hogy nem elfogadó, vagy nem befogadó, vagy nem tud elengedni. Hát nem megfog valamit, azt elengedi, hanem úgy, hogy mit tudom én, volt valami, és mondjuk elveszíti, és elengedi. Érted? Vagy volt valaki, és elveszíti, és elengedi. Tehát amikor az ember nem képes az elfogadásra, elengedésre, befogadásra. Mit jelent a befogadás? Az, hogy bármilyen gondolat irányul felé, akkor nem megtámadja azt a gondolatot, hanem képes arra, hogy befogadó legyen arra a gondolatra. Oké? És nyilván utána végig gondolja majd, hogy ez a gondolat vajon igaz, vagy hamis. Na most egy ösztönlény az képtelen arra, hogy megállapítsa, hogy egy gondolat az igaz vagy hamis, ahhoz tudatosnak kell lenni. Ráadásul van egy érdekes működése az embernek, hogy az agyunk az egy adóvevő. Nem tudom, tudtátok-e? Az egy adóvevő. Ami azt jelenti, hogy képes fogadni információkat, és képes küldeni, nem az öt érzékeléssel. Tehát ugye az öt érzékelés az a látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás. Tehát az agy képes az öt érzékszerven felül érzékelni. És mint információt fogadni, és mint információt küldeni. Tehát erre képes. Akkor van még egy dolog, amit ugye az embernek tudnia kellene, hogy például ez a küldés-fogadás milyen célból van, hogy működik, mit kezdhet vele az ember, hogy lehet ezt úgy használni, hogy az ember javát szolgálja, akár a mindennapjaiban. A legtöbb embernek fogalma nincsen. Tehát itt vagyunk mi emberek, és az emberek nem tudják, hogy saját maguk hogyan működik. De még az is baj, hogy még azt sem tudja a legtöbb ember, hogy milyen személyiség. Tehát ő saját maga milyen személyiség. Ha ismerné a saját személyiségét, akkor tudná azt, hogy
bizonyos helyzetekben mire kellene jobban odafigyelnie, hogy ne kövessen el hibát. Ha az ember nem tudja, milyen a személyisége, akkor történik egy olyan helyzet, amit a személyiségéből fakadóan ő rosszul kezeli azokat a helyzeteket, akkor jön az a helyzet, és már is rosszul kezeli a helyzetet, és már is előidézte magának vagy másoknak a problémát. De a személyiségében benne vannak az embernek nem csak a gyengeségei, hogy mit kezel rosszul, hanem benne van az is, hogy mit kezel jól. Hát ma, ha valaki tudja, hogy mi az erőssége, akkor ebből általában a legtöbb ember egót csinál. Tehát az egóját növelő tényező, hogy ő valamiben jó. Én rengeteg olyan embert hallottam, ismerek, akik jók valamiben. És lehet, hogy csak egy dologban nagyon jó, de az egy dolog miatt olyan mértékben megemelkedett az egója, hogy ő azt hiszi, hogy mindenben jó. Igaz, hogy az élete romokban van, de ő mégis azt gondolja, hogy ő milyen szuper. Azért, mert egy dologban mondjuk tényleg jó. És sok olyan ember van, aki egy-két dologban tényleg jó, de az élet az nem egy-két terület. Hát ott kezdődik az életünk, hogy az embernek jól kell bánnia önmagával, nem? Jól kell bánnia a párjával. Hát ha van. Jól kell bánnia a szüleivel. Hát ha van. Jól kell bánnia a gyerekeivel, ha van. Nem? Jól kell bánni a munkájával. Na éppen a múlt hónapban volt ilyen képzés. Elég érdekes volt, nem? És eléggé fontos, hasznos. Jól kell bánni az embernek a pénzzel. Nem? Hát sok ember, például aki el van adósodva, arról egy sem mondható el, hogy ő jól bánik a pénzzel. Egyről se. Oké? Akkor az embernek jól kell bánnia a környezetével. Jól kell bánnia a hatóságokkal. Komoly problémát tudnak embereknek okozni, ha mondjuk olyat csinál az ember. Jól kell bánnia a teremtőjével. Hát a legtöbb ember azt gondolja, hogy neki még teremtője sincs. Te mit gondolsz ebben a teremtővel kapcsolatban? Nem kell kimondani, csak gondold végig. Van neked teremtőd? Na most milyen teremtőkről beszélhetünk, jó? Hát van az a teremtő, aki létrehozta a lelkedet. Azt hívják Istennek. Na most ez az Isten, ez saját magát osztotta meg. Tehát a benned lévő lélek, az gyakorlatilag nekem a testvérem. Tehát itt mindnyájan lélektestvérek vagyunk. Sőt, egy kicsit több, mint testvér, mondjuk lélekikrek. Sőt, még annál is több, mert gyakorlatilag ugyanabból az Istenből jöttünk létre. Mindnyájan, mint lélek. Képzeld el? Tehát maga az Isten osztotta meg a saját lelkét. És ezt a világegyetemben erre csak egyetlen egy lélek volt képes, amit úgy hívnak, hogy Isten. Na most akkor onnantól kezdek, most gondolj bele, hadakozunk egymással. Közben szorosabb rokonságban vagyunk lelki szinten, mint az ikrek. Hát a szülők, azok meg távoli rokonunk hozzánk képest. Érted? Tehát gyakorlatilag mondjuk olyan
úgy képzeld ezt el, mint hogyha gyerekünk is, tehát a gyerekedet, csak mintha az csak egyedül belőled jött volna létre. Érted? Tehát úgy képzeld el. Tehát, hogy nem kellett hozzá egy másik lény, hogy létrejöjjön a gyereked. És teljesen belőled jött volna létre. Tehát nem kellett volna külső beavatkozásnak lenni. Érted? Tehát amikor egy az egyben mondjuk megosztanád magadat, olyan gyereked lenne. És minden gyereked mondjuk így jönne létre. Érted? Tehát így képzeld el a lélek osztódását. Jó? Tehát létrejöttél. Tehát létrehozta a lelkünket az Isten saját magából. Akkor nézzük tovább. Itt van ez a test. Ezt a testet létrehozta egy földön kívüli, jelenleg földön kívüli. Amikor itt volt, akkor nem földön kívüli volt. Tehát egy istenszerű lény. Tehát egy istenszerű lény, nem Isten, csak istenszerű lény, amely képes volt arra, hogy ezt a testet létrehozza. Megnézte, hogy az állat hogyan működik, és összekeverte genetikailag az ember, az isteni és az állati géneket. Tehát ami úgy értsd, hogy a lélekben nincs gén, nem a léleknek a génjeit, hanem az addigi isteni test és az állatok testének a génjeit. Tehát ezen a bolygón volt rajtunk kívül 6 emberiség. 6. Na most azoknak egynek se volt ösztöne. Mi vagyunk az egyetlenek. És tudod, miért hozták létre az ösztönt nekünk? Tehát miért keverték be az állati géneket az ember működésébe? Mert az állatnak alapbeállítottsága a félelem. Minden állat képes a félelemre. Olyan állat nincs, amelyik nem fél. És ezáltal az ember egy félelemben lévő lény. Na most, ha egy lény fél, akkor a félelmeire lehet alapozva őt idomítani. Mondom, idomítani. Ha egy ember nem fél, nincsenek félelmei, nem tudják idomítani. Minden állatot lehet idomítani, mert fél alap tulajdonsága, egy alap ösztön a félelem az állatoknál. Az ember akkor idomítható, ha félelemben van. Tehát nem kell más csinálni, csak le kell rontani az emberek hangulatát, hogy ne legyenek tudatosak, és az ember már is idomítható. És akkor elkezdik az idomítást kisgyerekkortól. És akkor ez az idomítás folyamatosan tart a haláláig. Kezdik az idomítást a szülők, folytatják a óvónők, majd a tanárok, utána idomítja a média az embereket. De idomítják a munkahelyen a főnökök, azok is. Oké. Tehát az ember gyakorlatilag a legtöbb ember, ha körülnézel, egy beidomított lény. Na most te nem egy idomított lénynek születtél, hanem egy szabad lénynek. Tudod, mit jelent a szabad lény?
A szabad lény például nem beteges. Az nem beteges. A szabad lény az képes feltétel nélküli szeretetre. A szabad lény az fizikailag is szabad. Azt csinálhatja, amit szeret. Érted? És mégis van elég mai világba szükség van a csere alapra, az pedig a pénz. Tehát egy szabad embernek van elég pénze. Egy szabad ember képes arra a feltétel nélküli szeretet miatt is, hogy elismerést adjon, és elismerést mikor kap egy ember, hogyha képes valami olyat alkotni, amire másnak szüksége van. Nem? Tehát az szabad, aki gyakorlatilag ezeket a feltételeket tudja teljesíteni. Most a legtöbb ember például azért végzi a dolgát, dolgozik, ugye pénzért dolgozik, tehát a legtöbb ember, tehát a munkája, a pénzért dolgozó munkáról van szó, a legtöbb ember azért dolgozik, hogy legyen pénze. És ez, ezért kell dolgozni? Most gondolj bele, mi lenne ebben a világgal, hogyha mondjuk holnaptól azt mondanák, hogy innentől kezdve mindenki kap annyi jövedelmet, hogy teljes egészében tudja fedezni a kiadásait. Vagy azt mondanák, hogy lehet, hogy nem is kell pénz, hanem mindenki megy szabadon, hozzájuthat azokhoz, amit szeretne. Gondolj bele, mi lenne ebbe a világba? Hát ott kezdődik, hogy harácsolás, senki nem dolgozna, de még mi lenne? Gondold végig. Óriási káosz lenne. És semmit tevés. Tehát az emberek elkezdenek nem dolgozni. Érted? De tudod miért? Mert a munka az most nem öröm. És nem az örömszerzés egyik foka. Hanem a munka az egy muszáj. És mondhatjuk azt, hogy a túlélés miatt egy kényszer. Vagy a szükségletek miatt egy kényszer. Tehát a munka nem öröm. Most gondold végig, hogy mi az, amit a leginkább szeretsz csinálni. Tehát mit szeretsz a világon a legjobban csinálni? Gondold végig. Hát valószínű, hogy ki ezt, ki azt, nem? Van egy ilyen dolog mindenkinél a fejében most, hogy mit szeretnél, vagy szeretsz a legjobban csinálni? Tehát csinálni. Megvan mindenkinek ez a fejébe? Akinek megvan, tegye már fel a kezét, jó? Hadd lássam. Jó, megvan, oké. Tehát megvan az, hogy mit szeretnél. Vagy szeretsz csinálni a legjobb. És mi lenne, ha mondjuk azt csinálhatnál? Tehát azt csinálhatnád. És abból lenne meg, abból élhetnél meg. Hm? Akkor is utálnád a munkát? Akkor is az lenne, hogy hát ha van elég jövedelmem, de hogy csinálnék én valamit, akkor csak utazgatnék, nyaralnék, stb. Stb. Bár lehet, hogy most azt mondtad, hogy azt szeretnéd csinálni.
Arra gondoltál. Hát az nem munka, így van. Tehát ugye mi a munka? Az a munka, aminek van értékes végterméke. És mi az értékes végtermék? Ami elcserélhető. Tehát amit mások, amire másoknak igényük van. Érted? Tehát az mióta elcserélhető végtermék, ha te utazgatsz. Tehát most akkor gondold át újból, és valami olyat szeres, amit tudsz, tehát amit elcserélhetsz. Érted? Tehát amire embereknek szükségük lenne tőled. Tehát a munka az, még egyszer mondom, aminek van értékes végterméke. Az értékes végtermék pedig azt jelenti, hogy mások számára értékes, és ezért elcserélik. Tehát te odaadod és adnak érte mondjuk pénzt. Régebben mit tudom én, libát, stb. Oké? Okay. Tehát ha te például azt szereted, mit tudom én, wellness-elni szeretek a legjobban, hát ez nem értékes végtermék mások számára, hogy te wellness-elni szeretsz. Oké, tehát ezért végig kéne gondolni, hogy mi az, amit úgy szeretsz csinálni, hogy annak van értékes végterméke. Ha most képzeld el, ez minden gyerekben megvolt. Hát ehhez képest felnőttként jól kinevelték a felnőttekből. Tehát a legtöbb ember, én állítom, hogy fogalma nincs, egy gyors gondolkodás után fogalma nincs, hogy mi az, ami tényleg szeretne csinálni, ami értékes végtermék. És a legtöbb embernek fogalma nincs erről. Na most, hát akkor gondolkozz azon, hogy mit szerettél esetleg régen csinálni. Csinálni, aminek van értelme, mert értékes végtermék. Tehát amíg egy olyan társadalomban élünk, ahol az embereknek nem az a tehát nem azt szeretnék csinálni, ami értékes mások számára, és ezáltal elcserélhető, addig itt nem lesz aranykor. Vagy egy réteg ezt megoldja, ezt a kérdést, csak te nem kerülsz bele az aranykorba. Mert te nem tudod ezt megoldani, ezt a kérdést. Tehát épp itt lenne az ideje annak, hogy kitaláld, hogy mi az, amit igazán szeretnél csinálni. Oké? Ami értékes végterméket hoz létre. És elcserélhető. Gondolkozz, mibe vagy jó. Tehát mibe vagy a legjobb? Hát biztos nem a wellness-elésben, nem? Meg az utazásban. Ezt tuti. Tehát mibe vagy a legjobb? Valahogy ott gondolkozz, ott kapizsgálj. Amiben jó vagy. Tehát nem azt mondom, hogy a Földön a legjobb, hanem magadhoz képest a legjobb. Érted? Tehát nézd meg a fizikai vagy szellemi képességeidet. És keresd meg ott, ami a legjobb.
fizikai és a szellemi képességeid között. Keresd meg azt az egyet, amiben a legjobb vagy. Ez lehet, hogy fizikai dolog, fizikai képesség, lehet, hogy szellemi képesség. Azt keresd meg. Miben vagy a legjobb? És itt kellene gondolkodni. Miért mondom ezt? Mert van nekünk egy célunk, hogy a bolygón létrehozzuk az aranykort. Majd mindjárt mondom, hogy miért. Tehát létrehozzuk az aranykort. Az aranykor azt jelenti, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. És ott, az aranykorban mindenki a képességeinek megfelelő tevékenységet végez, nem pénzért, hanem azt jelenti, hogy bemegy egy központi helyre, és onnan mindenki a szükségleteinek megfelelő dolgot kivesz. Világos ez? Most ha valaki azt szereti, hogy a legjobb, hogy nyaralgatni szeretek, nyár legyen mindig, és akkor nyaralunk. Nem? Ez nem értékes végtermék. Annak köze nincs az értékes végtermékhez. Az nem kell képesség, hogy valaki nyaraljon, nem? Még tudás se kell hozzá. Nem szellemi képesség, és nem is fizikai képesség. Azt tudod, micsoda? Az embereket arra manipulálták, hogy költsék a pénzüket. Érted? Persze. Hát meg ugye lehet építeni szállodákat, meg szálláshelyeket, stb. Stb. Hát erre ráépült egy ipar. Óriási hasznokat csinálnak ebből emberek. És akkor rávették az embereket, hogy ezt csinálják. És akkor azt hiszik, hogy ez a fontos az életükben. És mi az értékes végtermék? Hm? Tehát mindenkinek van olyan, hogy valamiben jó, valami fizikai tevékenységben, vagy szellemi tevékenységben, tuti? Olyan nincs, hogy valamiben ne legyél jó. Tehát itt vagyunk mi emberek, és hál' Istennek egy olyan világban élünk, ahol már nincsenek azok a lények a bolygón, akik például létrehozták a testünket. Ezért már nincs az ember kényszerítve a rabszolga vagy a szolgaságra. De elérték bizonyos emberi hatalmi erők, hogy az ember a szolgaként működjön. És ezt simán nem erőszakkal érték el, hanem manipulációval érték el. Érted? Elérték manipulációval, mert ők ismerik az ember működését, és tudják, hogy az ösztön miatt manipulálhatóak vagyunk, ha rossz állapotban vagyunk. Vagy nem vagyunk elég jó állapotban, inkább úgy mondanám. Ők ezt tudják, és akkor ezt ki is használják. Attól, hogy az ember, az átlagember ezt nem ismeri, attól ez így van. Mert nézd meg, a legtöbb ember szolgaként éli az életét. Hát nehogy ma azt mondd, hogy az nem szolgalét, hogy te alkalmazottként dolgozol egy vállalkozónak, vagy egy cégtulajdonosnak, vagy egy cégnek, vagy egy multinak, vagy akárminek. Nehogy ma azt mondd, hogy az nem szolgalét. Hát régen így hívták a szolgát. Nem? Hát a szolga kifejezés az pont ezt jelentette. Hogy valamilyen ellen szolgáltatásért végzi a munkát. Érted?
valamilyen ellenszolgáltatásért, azért szolga, mert ellenszolgáltatásért végzi a tevékenységet. Hát nézd meg az urakat a múltban vagy a jelenben, azok nem végeznek ellenszolgáltatásért tevékenységet, azok maguknak teszik a dolgukat, tehát magukért csinálják, nem ellenszolgáltatásért. Érted? Tehát a szolgánál elérték azt, aki szolga lett, tehát elérték azt, hogy az ember úgy gondolja, hogy a túléléshez ez az egyetlen feltétel. És akkor én szeretnélek megnyugtatni, hogy neked az eszed ennél sokkal többre képes. Sokkal többre. Tehát képes vagy arra, vagy képes lennél arra, hogy használd. Mert a legtöbb ember most nem használja. A legtöbb ember tényleg a kapacitásának kb. Az 1-2%-át használja. És akkor mi van avval a 98-99%-kal? Tehát a legtöbb ember sokkal többre lenne képes. Csak szükséges lenne az, hogy az embernek legyenek alapinformációi. Miről? Hát az ember működéséről például. Vagy az élet működéséről. Vagy hogy milyen alapelvek szolgálják az embernek a létét. És milyen alapelvek azok, amik támogatják az ember haladását. Vagy például azt, hogy mi az értelme egyáltalán az életünknek. Hát a legnagyobb örömöt tudod, mi tudja okozni az életben? Amikor teremtesz. Tehát amikor létrehozol valamit, te saját magad teremtesz, megteremtesz valamit. Mondod végig. Az hozza létre a legnagyobb örömöt. Hát mondod végig, kinek született gyereke valamikor? Gyerek? Oké. Na szóval, tehát született gyereked. Ugye azt te úgy élted meg, hogy az a te gyereked, nem? Nem? Úgy élted meg. Sőt, mondhatni azt, hogy azt te hoztad létre, nem? Nem? És örültél neki, mikor megszületett? Hát szerintem majdnem mindenki örült neki, nem? A bolygón, ha született egy gyereke. Nem mindenki, de majdnem mindenki. Nem? De miért? Hát mert az egy teremtmény. Nem? Két embernek a teremtménye. Nem így van? És hogy örül neki az ember? Mert tudod, hogy ezt te hoztad létre, nem? A nők még inkább örülnek neki, mert ők ebben jobban kivették a részüket sokkal, mint a férfiak. Hogy az létrejöjjön az a gyerek, nem? Hát abban a 9 hónapban. Oké? Na most, ezt miért mondom? Amivel kezdtem a előtte lévő gondolattal, hogy azért, mert amit te létrehozol, amit te teremtettél, annak nagyon tudsz örülni. Csak az a baj, hogy ma egy olyan világot élünk, hogy az emberek egyre kevesebb dolgot teremtenek. Érted? Tehát az nem teremtés, hogy mit tudom, itt van egy készülék, mondjuk ez a kivetítő, és akkor abban mondjuk egy kis kondenzátort te csináltál. Hát az a kondenzátor önmagában nem hozta volna létre a működést. Érted?
Tehát az a teremtés, mint mondjuk egy asztalos ilyen fa akármikből létrehoz mondjuk egy bútort. Na, az teremtés. Érted? Vagy mit tudom én, van mocskos lakás, és gyönyörűen kifesti valaki. Na, az teremtés. Érted? Tehát amikor megváltoztatod annak a küllemét, vagy a magát az anyagát, vagy az összetételét, vagy a kinézetét, vagy bármi más, nem? Vagy mint mondjuk egy festő, különböző színekből, festékszínekből, meg egy vászon, meg egy ecset, és létrehoz mondjuk egy szép festményt. Az teremtés. Érted? Tehát amikor az ember létrehoz valami kézt, kéz dolgot, ami kész és elcserélhető. Persze utána őtől lefügg, hogy el akarja cserélni, vagy megtartja magának, de másnak lenne rá igénye. Érted? Tehát a legtöbb embert leszoktattak ilyen dolgokra. Leszoktattak. Tudod miért? Hogy ne örülj. Minél kevesebb örömöd legyen az életben. Mert ha teremtenél, annál több örömöd lenne. Most mondok csak egy dolgot. Mit tanítottak régen a gyerekek születéséről? Hogy a gyerek az boldogságot hoz a családba. Örömöd hoz a családba, amikor megszületik. Ehhez képest mostanában ugye egy gyerek a divat, nem? Ez akkor volt egy öröm, aztán oszd be az életedre, kész, azt az egy örömet. Nem? Tehát minden olyan, ami ilyen teremtés létrehozás, az mind öröm, öröm, öröm. Mind. Minél kevesebbet teremt valaki, annál kevesebb öröm. Hát ezért a munkákat már úgy csinálják, hogy nem te végig viszel egy folyamatot. Tehát, hogy te kezdted el, te viszed végig, és te fejezed be. Tehát nem így csinálják, hanem beraknak egy részébe a munkának. Érted? És mit tudom én, ilyen futószalagszerűen, mint hogyha ott benne állnál a futószalagon, és akkor annyit csinálsz, hogy meghúzod a csavart. És akkor egész nap ezt csinál. Érted? Szóval, és elérték az embereknél, hogy minél kevesebb örömérzet legyen, minél kevesebb az öröm, akkor jön a következő dolog. Tudás megvonása, tehát tanítanak, tanítanak, de minek? Mert használhatatlan az a tudás, amit tanítanak. És akkor az ember szépen megmarad tudatlanul, ha az embernek meg nincs tudása, akkor hibát hibára halmoz. Főleg, hogyha még nincs is miért örülni, tehát nincs jó kedve. Tehát most mondok példát, jó? Ha például egy férfi nem tudja, hogy hogyan kell bánni a párjával, vagy egy nő nem tudja, hogy hogyan kell bánni a párjával, akkor elég sok problémájuk lesz egymással, nem? És ha sok problémájuk van egymással, az nem túl nagy öröm, nem? Az inkább bánat. Nem így van? A sok családi probléma az nem örömet hoz, hanem problémákat, bánatot hoz. És az emberek bánatukban hibát hibára halmoznak. Még tudatlanságuk is hozzájárul természetesen. És akkor ez azt jelenti, hogyha hibázik egy ember sokat az életében, akkor minden hibázás következménye egy probléma. És az embert kellő probléma éri, akkor egy idő után a problémák miatt rossz állapotba kerül a tartós hangulata. Rossz állapotba kerül. És ha tartósan az ember rossz állapotú, akkor már be is jött, hogy idomítás.
kész. Úgy idomítják, hogy akarják. Szó szerint. Tehát egy magas hangulatú, egy jó állapotú embert nem lehet idomítani. Érted? Idomíthatatlan. Tudod miért? Mert tudja, mit akar. Nézd meg, egy rossz állapotú ember tudja, hogy mit akar? Hogy tudná? Rombolást, azt tudja. Jó, szóval létre kell hozni az aranykort. Tudod miért kell létrehozni? Mert ez az univerzum ezer részén, amiben mi vagyunk, egy naprendszer, ugye? És azon belül itt a bolygó, a Föld nevű bolygó, az gyakorlatilag arra lett létrehozva, hogy mi megéljünk mindent. Tehát ezek az emberiségek azért voltak itt a bolygón, hogy megéljen mindent, és tudja, mi a különbség a rossz és a rossz jó között. Tehát a jó és a rossz között. És ez a kísérlet 2012. december 23-án befejeződött. És akkor hogy még itt vagyunk? Azért vagyunk még itt, mert sok a jó ember a bolygón, és még képesek a jó emberek megcsinálni az aranykort. És erre adtak határidőt 2035. január 1-ig. És vagy megcsináljuk az aranykort, vagy azok, akik nem csinálják meg, vagy nem vesznek részt benne, azok nagy bajba kerülnek. Ez mit jelent ez a nagy baj? Jó? Tehát először is ott kezdődik, hogy nem élik meg az aranykort, tehát meghalnak. Nem olyan nagy probléma, mert most valaki meghal, még be tud születni egy olyan családba, amelyik be akar kerülni az aranykorba. Igen, ám, de mi van azokkal, akik később halnak meg, és már nem tudnak beszületni egy olyan családba? Akkor kész van az a bolygó, ahova újra születhetnek. De tudod, milyen körülmények közé? Kőkorszaki. Felejtsd el a mobiltelefon, meg a műszaki dolgokat. Kőkorszaki körülmények közé be tud születni. Oké? Tehát indulhat megint az emberiség nulláról. Oké? Teljesen nulláról. És akkor majd talán pár ezer év alatt már eljutsz oda, hogy mondjuk a tüzet már fogod tudni használni. Oké. És akkor még egy pár ezer év alatt már eljutsz oda is, hogy itt tudom én már képes vagy egy házat létrehozni magadnak, és nem kell barlangba lakni. Jó kis kilátás, nem? Egy szuper kilátás. Ugye ez mindenki számára világos, hogy a lelke az nem most lett létrehozva erre az életére. Hát eleve ott kezdődik, hogy másfél millió éve nincs lélekteremtés. Oké, tehát onnantól kezdve a lelked nem jöhetett létre mostanában. Tehát legalább másfél millió éves minimum. Na most, ha ezt még tovább nézzük, akkor minden újraszületésed, mivel csecsemőbe születtél újra lélekként, ezért töröltudattal kell megszületned. Tehát töröltudattal. Most képzeld el, mondjuk ezzel a tudással beraknának egy csecsemő testbe. Érted? Hát mi lenne veled? Megőrülnél abba a tehetetlen testbe. Mert egy csecsemő test az teljesen tehetetlen. Hogy törülnél meg ezzel a tudással? Na most gondold végig,
ezért van ez a reinkarnációs folyamat, érted? Tehát, de hiába tanulsz mondjuk 80 éven keresztül, a következő életre megint lesz, törlik az összes tudást, mert csecsemő testbe születsz bele, érted? Ami azt jelenti, hogy, hiába tanulsz bármit ebben a testben, a következő életedben nulláról indulsz. Kivétel akkor, egy kivétel van. Kivétel akkor, hogyha ebben az életedben feljutsz a küldetés lelki szintre. Ez egy kivétel. És az aranykorban pedig feljutsz a hetedik lelki szintre, a beteljesülés szintjére. Oké? És az azt jelenti, hogy bekerülsz az aranykorba, nem halsz meg, és az aranykorba megcsinálod a beteljesülés szintjét. Érted? Hát vagy még akár ebbe az életbe, ezt is meg lehet csinálni. Tehát ebbe a földi körülmények között, vagy ezen, ebben a földi körülmények között, igen, jól mondtam. És akkor onnantól kezdve, ha az ember feljut a hetedik lelki szintre, akkor nincs egy ilyen típusú újraszületés, hogy csecsemőként születsz újra, hanem egy olyan újraszületés van, hogy a lelkedet nem törlik, és a lelked beszülethet egy felnőtt, egy fiatal felnőtt testbe. Tehát egy fiatal felnőtt testbe. Érted? Mondjuk egy 21 éves felnőtt testbe. És onnantól kezdve megtarthatod az előző életed tudását, mert feljutottál a beteljesülés szintjére, és fejlesztheted tovább magadat. Egy olyan társadalmi formában, ami már nem itt történik a bolygónkon. Ezt úgy hívják, hogy Isten országa. Oké? Ahol nincs olyan, hogy békétlenség, ahol csak olyan van, hogy szeretet, szeretet alapú együttműködés, teremtés. Oké? És akkor, mit tudom én, csinálhatsz majd olyat, hogy elmész teremtőnek, létrehozni dolgokat, létrehozni anyagot, vagy például azt mondod, hogy mész arra a külső bolygóra, ami létrejött, mint lélek, és segítesz azoknak a lelkeknek fejlődni, akik itt ebben a földi létben nem akartak bekerülni egy fejlettebb létformába. De akkor nem kell test, mint szellemlény segítesz. Érted? Tehát ugye én napi szinten segítek embereknek. Tudod, milyen jó érzés? Óriási dolog. Tehát az egyik legjobb érzés a világon, amit életemben tapasztaltam. Tehát ami azt jelenti, hogy van választási lehetőség. Az ember segít embereknek, hogy felküzdjék magukat ezeken a lelki szinteken, ettől a vonaltól, az egyes, kettes lelki szintől, a túlélés biztonság szintjéről fölküzdjék magukat a valahova tartozáson, az elismerésen és az önmegvalósításon keresztül a küldetés szintre, vagy akár a beteljesülés szintre,
érted? Segítesz neki, embereknek, vagy pedig mész a kőkorszakba. Ennyi. És akkor tudod, mennyi lesz az élettartamod? Mondjuk 25 év, vagy 30. Jó esetben elérdegi ezt 45 évi. Ugye király? No szóval, honnan tudom ezeket a dolgokat? Felső kapcsolatból. Tehát van felső kapcsolatom, akik az információt küldik számomra. Ennyi. Mert én ezért születtem, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Ezt egyedül nem tudom megcsinálni, társakra van szüksége. Tehát társakra. Jól értelmeztétek. Oké? Tehát társakra van szükségem. És ebben vagy te egy jelölt, ebben a társaságban. Csináljuk meg együtt az aranykort. Gondold végig, milyen óriási dolog az, hogy itt van ez az emberiség 4500 éve, ez az emberiség, mert előtte volt másik, ez az emberiség itt van 4500 éve, ebben a formában, és 4500 év alatt nem volt ilyen, hogy a társadalmat föl lehet vinni a küldetés vagy a beteljesülés szintjére. És egy ilyen korszakalkotó változásban, mert ez szó szerint az, részt tud az ember venni. Hát ilyen 4500 év alatt nem volt egyszer sem. És most van. Nem kis feladat, meg kell csinálni. Oké? És ez azt jelenti, hogy lesz aki. Bekerül az aranykorba, lesz aki. Nem kerül be az aranykorba. Ennyi. Attól függően, hogy ő mit választ. Oké? Persze, nyilvánvaló, hogy itt vannak érdekek a világban, akiknek az az érdekük, hogy az emberek erről a kérdésről ne nagyon tudjanak semmit. Ennyi. Na most gondolj bele, hogyha egy ember elindul a szabadság útján, elindul a fejlődés és a szabadság útján, akkor egy idő után nem fog szolgaként működni. Érted? És nem tudják szolgának használni. No, tehát egy fantasztikus dolog a feladatunk, és egy ilyen fantasztikus dologhoz csatlakoztál. A második részben 20 perc szünet után növekedés coach képzésünk lesz. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, és egy szakma egyébként. És egészen 9:45-ig tart ez a képzés, utána pedig PPH klub lesz. PPH azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding. És a klub keretein belül lehet kérdezni. Tehát az ilyen kötetlenebb, ahol ilyen lazább módon történik a beszélgetés. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Jó, akkor hamarosan találkozunk, ugye az imént említettem, hogy 20 perc. További szép estét és jó tanulást kívánok mindenkinek. Új témával kezdünk, ugye, mert vasárnap lezárult az előző, a hatékonyság kócsképzés, és most a növekedés kócsképzés kezdődik. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!